Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szaruhártya bankot adtak át a szemészeti klinikán. Jelentősen csökkenhet a transzplantációs várólista. Koncertek, külföldi fellépők a Pécsi Napok 0. napján. ICDIP, a PTE és a várossal közösen. Majdnem agyonverte szomszédját a baranyai férfi. Vádat emelt az ügyészség. Borzongató élmény a szabaduló kamionban. Pécsre érkezett a különleges bűnmegelőzési bemutató. Kornea, azaz szaruhártyabankot adott át a PTE klinikai központ szemészeti klinikája csütörtökön. Az esemény mérföldkő a közel 1 millió lakost kiszolgáló Dél-Dunántúli régió egészségügyi ellátásában. Ezzel jelentősen csökkenhet a szaruhártyatranszplantációra váró betegek várakozási ideje. A szaruhártyát mindig donoroktól kapják a Kornea bankok. Ezek a bankok teljesen európai eljárás szerint dolgoznak. Itt alapos vizsgálatnak teszik ki a szaruhártyákat, mondta Csutak Adrienne, a Pécsi Tudomány Egyetem klinikai központ szemészeti klinikai igazgatója. A professzorasszony hozzátette, azt is pontosan tudják, hogy a szaruhártya hátulsó sejtrétege mennyi sejtszámot tartalmaz egy adott négyzetméterre vonatkozóan, hiszen ezek határozzák meg, hogy a beültetett szaruhártya életképes marad-e, átlátszó marad-e. Azt tudjuk ugye, hogy a szaruhártyának a legfontosabb feladata az, hogy biztosítsa a védelmét a szemnek, a fény megfelelő áthatolását, hogy ez az éleslátás helyén tudjon egyesülni, és ezáltal éleslátást biztosítani a paciensek számára. Ha a szaruhártya bármilyen ok miatt, akár trauma, akár betegség, akár genetikus okok miatt elszürkül, akkor nyilván ennek a szaruhártyának a cseréjére van szükség, hiszen egyébként a látásélesség csökken, vagy akár teljesen el is veszhet a látásélesség. Magyarországon körülbelül 500 és 700 közé tehető az átültetendő szaruhártyáknak a száma, nyilván ez nagyon sok külső tényezőtől is függ, de a terv az, hogy országosan ezt egy olyan éves 1000 számra tudjuk majd növelni, ezért is volt nagyon fontos, hogy egy újabb szaruhártyabank nyílhasson meg Magyarországon. Kornea bank megvalósítása évek óta dédelgetett álma volt a klinikának. A Covid azonban lelassította ezt a folyamatot, fogalmazott Sebestyén Andor, a PTE klinikai központ elnöke a Kornea bank átadó ünnepségén. Ennek a jelentősége főként a régió lakosainál, vagy azon kívül bármely állampolgár számára, akik olyan betegségben szenvednek, olyan sérülésben szenvednek, ahol a szaruhártya megsérül, és szükség van a megfelelő minőségű szaruhártya átültetésre, transzplantációra, és az nem áll rendelkezésre, az úgy automatikusan nincs, azt valahol elő kell állítani, valahol tárolni kell, megfelelő minőségbe őrizni kell, és alkalmassá tenni arra, hogy az beültethető legyen valahova. Na, ez biztosítja ez a bank, amit mi esetünkben kialakításra került. Ebből sok nincs az országban, de ahol létezik, ott egy biztos háttér, egy beteg biztonsági faktor kerül előtérbe, hogy a szükséges mértékbe, minőségbe rendelkezésre áll azok számára, akik ilyen betegségben szenvednek. Az esemény mérföldkő a közel 1 millió lakost kiszolgáló Dél-Dunántúli régió és az ország egészségügyi ellátásában. Ezzel jelentősen csökkenhet a szaruhártya transzplantációra váró betegek várakozási ideje. Miseta Attila, az egyetem rektora köszönetet mondott az egyetem dolgozóinak és a klinikai központ vezetésének a Kornea bank létrehozása miatt. A beruházás önerőből valósult meg, 25 millió forint értékben, de ennek eszmei értéke ennél sokkal nagyobb. Harmadik alkalommal rendezték meg az International Culture Day in Pécs, ICDIP programot, ezúttal is a Pécsi Napok nyitónapjaként. A Pécsi Tudomány Egyetem és Pécs város önkormányzata együttműködésének keretében a PTE nemzetközi igazgatóság által szervezett napon változatos és érdekes koncertek és külföldi fellépők várták a hallgatókat és a városlakókat a Széchenyi téri nagyszínpadnál. A nagy hagyományú Pécsi Napok idén is a műfaji sokszínűség jegyében kínálja a programokat minden korosztálynak. A 0. napon a Pécsi Tudomány Egyetem is bekapcsolódott programjával a rendezvény sorozatba. Ez a nap az ICDIP International Culture Day in Pécs elnevezést kapta. A PTE és Pécs városa közös programjai közé tartozik a többnapos rendezvény sorozat is. A PTE nemzetközi igazgatóság által szervezett napon változatos és érdekes koncertek várták a hallgatókat,
látogatókat és a városlakókat a Széchenyi téri nagyszínpadnál. Az utóbbi időben azért igyekeztünk fokozni az együttműködést, azt gondolom, hogy soha nem volt rossz, de mindig lehet jobb és színesebb, és talán az egyik legizgalmasabb pontja ennek az ISDIP létrejötte 3 évvel ezelőtt, hogy a Pécsi Napok 0. napja legyen az egyetem bemutatkozási lehetősége, egy kicsit jobban megmutatni azt a sokszínűségét, amit elsősorban most kulturálisan képviselünk, hiszen azért 18 ezer magyar hallgató, több mint 5 ezer külföldi hallgató rengeteg olyan kulturális produktumot alkot, rengeteg együttes van itt, táncegyüttesek, zenészek, egyéb más előadók, akiket érdemes nagy színpadon is akár megmutatni. Minden évben sikerül kiválogatni 4-5 izgalmas előadót is, akik minőségi produktumot képviselnek. Külföldi és magyar, valamint visszatérő hallgatóknak is lehetősége van fellépni. Plusz szeretnénk azt is, hogy megmutassuk a város nemzetközi, és az egyetem nemzetközi kapcsolatait. Idén így egy ilyen közös téma eszék, hiszen testvérvárosként is, és az egyetem partnere is több mint 50 éve az Eszéki Egyetem. Így Eszékről érkezik majd egy rockzenekar az ISDIP 3. évadára. Ezen a napon többek között a PTE Táncegyüttes, a PTE PEASZ Sárlaidink szakosztály műsora egy világkörüli utazásra invitálta a nézőket. Többek között nyugat-afrikai zene, szenegáli tradicionális húros pengetős hangszer is felcsendült a 0. napon. A programról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreink következnek. Csütörtökön reggel bizonytalan időre felfüggesztették a kompátkelést a Dunán Mohácsnál, mivel az egyre erősödő áradás már veszélyezteti az átkelőhajó biztonságos közlekedését. A csak személyszállításra alkalmas kishajó menetrend szerint jár, így a gyalogosok át tudnak kelni a folyón. Azt egyelőre nem tudni, meddig szünetel a forgalom, de a jövő hét végéig szinte bizonyosan, ugyanis az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a folyó tetőzése jövő szerdán, csütörtökön várható. A későbbiek során elképzelhető az is, hogy a gátak védelme érdekében hajózási zárlatot is elrendelnek a Dunán, akkor pedig a kis hajó sem közlekedhet majd. Dunaszekcsőn jól haladnak az ideiglenes védműve kialakításával, homokzsákok 10 000-eit töltik meg és rakják a helyükre, mindemellett egy különleges gumiból készült mobilgát is segíti a védekezést. Minden a tervek szerint halad, van elég anyag, ember, szervezetten halad a munka, péntekre el is készülhetünk a munka nagy részével, nyilatkozta Faller János dunaszekcső polgármestere. A faluban több mint 1 kilométer hosszúságban kell ideiglenes védműveket emelni a Duna partján, a helyiek mellett közelebbről és távolabbról is érkező önkéntesek is kiveszik a részüket a feladatokból. A védekezést megkönnyíti, hogy egy 400 méter hosszú gumiból készült mobilgátat is elhelyeznek, amivel rengeteg homokzsákot tudnak kiváltani. Utóbbiakból így is több 10 000-re van szükség. Nem kímélte szomszédját az a dél-baranyai férfi, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. Az elkövető olyan súlyosan bántalmazta a sértettet, hogy bele is halhatott volna. A vádlottra akár 8 év börtönbüntetés is várhat. Szomszédok közötti verekedés fordulhatott volna a tragédiába tavaly decemberben. Az ügyben most emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség. A férfi a családjával egy dél-baranyai faluban élt, mégpedig abban a házban, amely egyébként a sértetnek a tulajdona volt. A sértett is itt lakott, csak ő a háznak a hátsó részében, egy külön álló részben. 2023. december 22-én a reggeli órákban a vádlott ittas állapotban megjelent a sértett házrészénél, bekopogott, bekéreckedett. A sértett beengedte, majd ott mindenfajta előzmény nélkül a vádlott hangosan szidalmazni kezdte, a sértettet illetőleg elkezdte bántalmazni is. A vádlott nem állt le ezután sem, agresszív maradt a sértettel szemben. A bántalmazás következtében a sértett a földre került, itt tovább folytatta a vádlott az ő
verését, bántalmazását is, melynek során többször vesén ütötte, illetőleg több alkalommal meg is rúgta. Ezek a rugások egy része a fejét érte. Ezt követően a vádlott megfordult és elhagyta a lakrészt, és lefeküdt a saját házában. Az áldozat szerencséje az volt, hogy el tudott menni még orvoshoz a saját lábán. Mint később kiderült, ennek köszönheti, hogy életben maradt. A sértett ezután elment a házi orvosához, aki látta, hogy milyen állapotban van, ezért rögtön mentőt hívott, majd kórházba szállították. A sértett a bántalmazás következtében számos sérüléseket szenvedett el testszerte. Ezek közül a legsúlyosabbak a fejét érték, többek között kemény burok alatti bevézésre is sor került nála. Az, hogy súlyosabb következményre nem került sor, az tulajdonképpen a véletlennek köszönhető, és a véletlenen múlott, hogy egy életveszélyes állapot nála nem alakult ki. Ennek ellenére a sérülések 8 napon túl gyógyulóak. Ennek megfelelően a büntetés mértéke is jelentős lehet. A vádlottnak a cselekménye így az életveszélyt okozó testi sértés büntet kísérletének a megállapítására alkalmas. Ennek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben a sértettet ellátó kórház tett feljelentést, látva a férfi súlyos fejsérülését. Az elkövető nem tett vallomást, így nem derült ki, miért bántalmazta a 60 éves áldozatot. Az 56 éves elkövetőre az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kér. Ez 2 év 4 hónap lenne az indítványok szerint. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs csütörtök reggeli ülése után tartott sajtótájékoztatón. Rétvári Bence közölte, a 0680-204-240-es számon az árvízzel kapcsolatos lakossági információk kérhetők és bejelentéseket is lehet tenni az árvízhelyzettel kapcsolatban, valamint a felajánlások is itt lehet megtenni. Beszámolt arról is, hogy egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. A pécsi egyházmegye turisztikai célpontjainak látogatói száma a közelmúltban elérte az 1 millió főt. A város legismertebb építészeti jelképeit, a csámit és hazánk egyetlen 4 tornyú székesegyházát is magában foglaló, látnivalókat bemutató pécsi püspökség immáron 10 éve nyitotta meg kapuit a nagy közönség számára. A jeles évfordulót a pécsi egyházmegye szeptember 21-én méltó módon szeretné megünnepelni. Egy nyereményjáték keretében kisorsolnak egy aznap jegyet váltó szerencsés látogatót, aki a megtiszteltetésen túl egy különleges élmény ajándékkal is gazdagabb lesz. Az eltelt 10 év 1 milliót meghaladó látogatói száma 5 kiemelt helyszín között oszlott meg: a Szent Péter és Szent Pál székesegyház, a Gázik Kasim Pasa dzsámija, a püspöki palota együttes látogatható részei, valamint a püspöki kincstár és a dóm kő. Egy prostitúcióra kényszerített lány történetét és testi-lelki szenvedését ismerhetik meg azok, akik felkeresik a szabaduló kamiont Pécsen. A járművet egy holland szervezet működteti, mint interaktív bűnmegelőzési módszert. Cél, hogy minél kevesebb fiatal váljon emberkereskedők áldozatává. Jó, és akkor így néz ki az a berendezett lakás élettér, ahol Anna életének legsötétebb időszaka játszódik. Több valós áldozat történetéből állították össze, mi volt vele, hogyan találta magát emberkereskedők fogságában. Megismerhetik azt, hogy milyen veszélyeztető tényezők tették, miatt vált ő kitetté arra, hogy az emberkereskedők áldozatává váljon. Ezek a tényezők legfőképpen az érzelmi elhanyagoltságból eredtek. A szüleivel nem jó kapcsolatot ápolt. Érdekes, hogy a szülei kifejezetten jó szakmákban dolgoztak, jó anyagi helyzetű családnak tekinthető Anna családja. Ennek ellenére a szülők nem tudtak vele foglalkozni, hideg kapcsolatuk volt a lányukkal, aki emiatt barátokat sem tudott szerezni, szociális készségei fejletlenek maradt. Egyetemre járt, de ott is magányos volt, nem talált társat magának, pedig szeretett volna. Emiatt döntött úgy, hogy az interneten elkezd férfiakkal ismerkedni. Ekkor
ismerkedett meg Bencével, a történet fiktív elkövetőjével. Bence pedig kifejezetten ezt az érzelmi gyengeséget, érzelmi elhanyagoltságot használta ki Anna tekintetében, pont úgy viselkedett, pont olyannak mutatta magát, mint az áldozatunk, hogy a bizalmába férkőzzön, és ezzel a bizalommal visszaélve Hollandiába csábítsa egy kirándulást színlelve, ahol aztán átadta kettő emberkereskedőnek Annát. A történetet hangszórókból hallhatják ebben a kamionban a látogatók, ahol a szexrabszolgaságra kényszerített lány testi-lelki szenvedését ismerhetik meg, miközben részt vesznek egy szabaduló játékban. Társadalmi tudatosítás a célunk, az emberkereskedelem veszélyére vonatkozó tudatosítás, tehát szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a bűncselekmény milyen veszélyekkel jár, és ugyebár van az emberekben talán egy kép arról, hogy ez mit jelent, de más ezt megtapasztalni egy szimulált környezetben. És ennek a kamionnak ez a sajátossága, hogy a szabaduló szobaként jelenik meg, tehát van benne egy kvázi játékos elem, ahogy tetszik, de ezt a szó nemes értelmében értsük, tehát a megtapasztalva tanulást szolgálja. Ezért rendezték be a valóságnak megfelelően ezt a konténert, ahol úgy érezzük, mintha tényleg az áldozat élt volna itt. Amit meg lehet tapasztalni, az az a környezet, amiben egy kényszerprostitúció áldozata dolgozik, vagy dolgozhat. És a cél az, vagy az elképzelés az, hogy a szabaduló szoba mechanikát felhasználva, aki eljön ide, megpróbál kiszabadulni ebből a helyzetből, mint egy tényleges szabaduló szobában. Nem egyszerű kiszabadulni, és ez azt hivatott szimbolizálni, hogy ebből a helyzetből a valóságban is rettenetesen nehéz kiszabadulni, segítség nélkül szinte lehetetlen. A hatóságok, az áldozat segítő központok segítsége nélkül ez ritkán tud sikeres lenni. A szabaduló kamiont egy holland alapítvány működteti, a Pécsi Jogi Kar emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoportjának szervezésében érkezett Pécsre a különleges jármű. A szabaduló kamiont bárki felkeresheti még péntek délután 4 óráig a Tudásközpont mögötti szervízúton. A régió híreivel folytatjuk. Szeptember 18-ától a Gemenc ZRT határozatlan időre minden napra elrendelte a teljes erdőlátogatási tilalmat. A csoportos és egyéni túrákra, a vizitúrákra is vonatkozik a tilalom. Az 55-ös számú úton is lezárásra kell számítani a dunai árhullám miatt. A társaság leállítja a Gemenci Állami Erdei Vasút közlekedését, zárva tart a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ is, valamint elmaradnak az ökoturisztikai programok. A ciklon következtében a Duna vízgyűjtő területén lehullott nagy mennyiségű víz megérkezik Európa legnagyobb egybefüggő ártéri erdejébe, Gemencbe is. Ennek előzményeképpen több mint egy hete megkezdtük az árvízvédelmi munkákat, ami jelenti a faanyagnak a kihordását a hullámtéri területekről, az épületeinknek a kiürítését, a műszaki létesítményeknek a védelmét és a vadállomány szoktató etetését a vadmentő dombok, körtöltések és az ármentett területek irányában. Elrendeltük az erdőlátogatási tilalmat a mai naptól. Az erdőlátogatási tilalom minden vízi, szárazföldi járműre és gyalogos közlekedőkre is vonatkozik. És pontosan tudjuk azt, hogy mivel tudjuk a vadállományunkat a legnagyobb mértékben segíteni a túléléshez, ez pedig az, hogyha nyugalmat hagyunk a vadnak, és azokon a természetes vagy mesterséges magaslatokon, amelyek rendelkezésre állnak, a vad nyugalmat talál. Kezdeményeztük a Vármegyei Védelmi Bizottságoknál az 55-ös főútnak a lezárását is, ami szintén a vadvédelmét szolgálja. A felázott erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz. A vészhelyzetet tovább fokozza, hogy a Duna gyors emelkedése miatt a területen a víz erős sodrással érkezik. Új igazolási rendszer lépett életbe szeptember 1-től. A gyermek betegsége esetén az iskolai hiányzásról, távolmaradásról az orvos az elektronikus egészségügyi szolgáltatási téren keresztül továbbítja a Kréta rendszerbe a szükséges orvosi igazolást. A témával kapcsolatban dr. Barna Györgyi, tolnai házi orvost kérdeztük.
könnyebbsége a szülőknek, orvosoknak, vagy pedig még nehezebbé teszi az eddigi jól működő papíralapú igazolást most leváltó elektronikus rendszer. Mi már tesztüzemmódba próbálgatjuk ezt a Kréta rendszert, ami azt jelenti, hogy az EST-ben való csatlakozás után mi az igazolásokat ebbe az online formába tudjuk feltölteni, illetve elküldeni, ami azt eredményezni, hogy az iskola és az óvoda fogadja az igazolásokat, tehát nem kell papíralapon nyomtatni, nem kell a szülőnek eljönni az igazolásért, csak ellenőrizni azt, minden betegnek mondjuk is, hogy kérdezze rá, hogy megérkezette. Szakmabeli visszajelzések alapján még nem annyira zökkenőmentes ez az új igazolási forma. Ez az igazság, hogy még döcög. Nálunk például egyik nap működött, másik nap nem működött. Az óvodásoknál egyáltalán nem működik még, az iskolásoknál meg így változó. Dr. Barna Györgyi szerint megoszlanak a szülői vélemények, bár a témával kapcsolatban még kevés a tapasztalat. Nekünk a szülők, akiknél sikerült beküldeni ezt az igazolást, azok örültek, azoknak könnyebbséget jelent. Van szülő, aki azt mondja, hogy ő neki saját magának sincs hozzáférése a Krétához. Úgyhogy igazából még olyan kevés tapasztalatunk van, hogy még nem tudom azt mondani, hogy most kinek jó ez igazából. A házi orvos elmondta az előnyeit és hátrányait az új igazolásos folyamatnak. Nekünk abból a szempontból biztos, hogy jobb, hogy nem kell nyomtatgatni az igazolásokat, viszont szépen növekszik ugye a betegforgalom, és megyünk bele a csúcsidőszakba, és hát nekünk vannak olyan aggodalmaink, hogy amikor ugye 80-90-100-as betegforgalom van, akkor nekünk ez azért egy kicsit meg fogja lassítani a dolgunkat, vagy a munkánkat, úgyhogy nekünk nem biztos, hogy ez annyira nagy könnyebbség, mint amennyire gondoltuk. A szisztéma még szinte ismeretlen, időbe telik, mire teljesen átlátható és könnyen kezelhető lesz. Idén is megszervezi a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt a Somogy vármegyei kormányhivatal. Szeptember 28-án 11 órától várják az érdeklődőket színes kísérőprogramokkal Balaton-Lele Rádpusztán. Az eseményen 11 település közfoglalkoztatási programjában készült termékeket mutatják be, amelyek meg is vásárolhatóak majd. Tavaly Igalban, idén Balaton-Lelle Rádpusztán mutatkoznak be azok a somogyi önkormányzatok, ahol közfoglalkoztatási program részeként termékeket állítanak elő. Változatos a kínálat, mondta Neszményi Zsolt főispán. Itt 11 önkormányzat mutatja meg azt, hogy a közfoglalkoztatása milyen hasznos dolgokat állítottak elő, milyen terményeket hoztak létre, abból mit készítettek, tehát lekvárt, mézet, stb., illetőleg fonott kosarat, ilyesmikre kell gondolni. Tehát valami értéket tudtak ezzel létrehozni, és ezt bemutathatják. Emellett még sok más programunk is lesz. Kint lesz a Magyar Honvédség bemutatóval, a Katasztrófavédelem, Rendőrség, illetőleg itt lesznek az országos közfoglalkoztatók is, a KASZO ZRT, és maga az egész rendezvénynek egy kísérő rendezvénye is lesz, hiszen itt lesz az országos hal és vadétek főző verseny, tehát érdemes lesz kilátogatni, megnézni a terményeket, meg is lehet őket vásárolni, és színes programokkal fogjuk ezt a mostani vásárt kiegészíteni. A kiállítás és vásár jó bemutatkozási lehetőség a közfoglalkoztatási programokon át a települések számára is. Azt gondolom, hogy a kezdetektől, amíg eljutottunk idáig, nagyon komoly változáson mentünk keresztül, hiszen még az elején az volt a cél, hogy minél több embernek legyen valamiféle fizetése. Most már eljutottunk odáig, hogy akik ezt komolyan vették, és némi fantáziával dúsítva olyan értékeket hoztak létre, amiket most bemutatnak, az azt jelenti, hogy bár beteljesítette a funkcióját ez a közfoglalkoztatás, hiszen az emberek többsége ezen keresztül a munkaerőpiac talált magának lehetőséget, de mégis biztos és bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága. Fontos cél, hogy a termékek előállításával értéket is teremtenek a közfoglalkoztatásban dolgozók.
Szerintem mindenki számára fontos az, hogy amit dolgozik, legyen ez szellemi munka vagy fizikai munka, valamilyen értéket tudjon teremteni, ez annak is fontos, aki ezt a munkát végzi. Somogy vármegyében, ahogy az országban mindenhol fokozatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma, jelen pillanatban 2806 közfoglalkoztatott van a vármegyénkben, nagy részük az önkormányzatoknál kerül közfoglalkoztatásra, akik nem tudnak az elsőleges munkaerőpiacra elhelyezkedni, de több olyan programunk van, ami azt a célt szolgálja, közfoglalkoztatásból ki tudjon menni a munkaerőpiacra, de addig is, amíg itt van, fontos szerintem a számukra is, meg a foglalkoztatók számára is, hogy értéket teremtsenek. A közfoglalkoztatási kiállítás és vásár kísérő programokkal szeptember 28-án szombaton 11 órától várja az érdeklődőket Balaton-Lellér átpusztán. Hidadunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Szaruhártya bankot adtak át a Szemészeti Klinikán. Jelentősen csökkenhet a transzplantációs várólista. Koncertek, külföldi fellépők a Pécsi Napok 0. napján. ICDIP, a PTE és a várossal közösen. Majdnem agyonvert a szomszédját a baranyai férfi. Vádat emelt az ügyészség. Borzongató élmény a szabaduló kamionban. Pécsre érkezett a különleges bűnmegelőzési bemutató. Pénteken is sok napsütésre készülhetünk, jelentéktelen zápor csak néhol nyugaton, délnyugaton fordulhat elő. Északon, északkeleten és a Dunántúl déli, délnyugati részén időnként megélénkülhet a keleti szél. Délelőtt 12 és 21, délután 22 és 26 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!